Boglár Annon című rovatunkban a város egyik legrégebbi műemléképületét járjuk most körbe. Itt állunk a Bárány kúriánál, és meg is kérem Porr Péter főépítészt, hogy mutassa be nekünk ezt az épületet. Hát jelen pillanatban Boglár legnagyobb magántelkén állunk. Ez egy közel 4 hektáros terület, hogy érzékeltessem, ez akkora terület, mint a lent a feltöltésnek a területe. Tehát ez a Boglárnak egy nagyon jelentős része. Hát, hogy egy kicsit előrébb kezdjem a dolgokat, ugye Bogláron a török időkben meglehetősen kipusztult az a kevés lakosság is, aki itt élt, és az 1700-as évektől újra kezdett betelepedni a község. Ugye hát Boglárnak az ősi magja, azt tudjuk, hogy ott fönt van a temetődomb Árpád utca környékén, és az 1700-as, 30-as évektől a Balaton rendesi Bárány család birtokokat szerzett itt Balaton-Bogláron, és hát hamarosan nyilván a legkomolyabb birtokkal rendelkező család volt, tehát földesúri család volt Bogláron. És a családnak az egyik későbbi tagja, egy jó 100 évvel később, 1835-ben megépítette ezt a kúriát, klasszicista stílusban. Most, hogy értsük jobban egy kicsit, hogy mi ez a klasszicista stílus, egy picit előrébb kell lépnem a korba. Ugye az 1700-as évektől Magyarországon a barokk stílus, meg a világban is a barokk stílus volt a jellemző, amit talán úgy mindenki egy picit jobban ismer, az egy viszonylag díszített, mozgalmas ívekből, hajlításokból álló külső megjelenésű stílus, ahol az épületeken esetleg kupolák vannak, tornyok vannak, összetettebb formák. Most a kastélyépítészetünkben is sok ilyen épület van. Az egyik jellemző, amit biztos ismerünk, a keszthelyi Festetics kastély, aminek azért egy elég komoly tetőzete van mindenféle kis tornyokkal. Aztán ugyanebben a stílusban van a fertődi Eszterházi kastély, ami a versailles-i nagy kastélynak a mintára épült, ami az egész európai kastélyépítészetnek egy ilyen alapköve volt. És hát a barokk kastélyokra nagyon jellemző volt az úgynevezett francia kert, aminek az a jellegzetessége, hogy ilyen geometrikus, nyírt sövényekkel és ilyen örökzöld növényekkel, egy ilyen mindenféle tengelyek, medencék, tehát egy ilyen nagyon szabályos, geometrikus kertet, mesterséges kertet alakítottak ki. Tehát a barokk kastélyhoz a francia kert tartozott. Na most ezek után, ugye 1700-as évek végén, 800-as évek elején elkezdődött egy ilyen letisztulási folyamat. Ez mindig megfigyelhető az építészetben is, hogy ha van egy ilyen túlburjánzás, akkor utána jön egy ilyen lecsendesülés, mert már megunják ezeket. És a klasszicista stílusnak, ugye a nevében is benne van, hogy a klasszicista, ezt próbálták az antik, görög és római klasszikus épületeknek a arányait, meg egyszerűségét újra átvenni, tehát a barokk burjánzás után egy ilyen egyszerűsítés kezdődött, és a kertbe is egész más kerteket, parkokat alakítottak ki, mert eltűnt ez a geometrikus, szabályos kert, hanem az a úgynevezett angol kert, ahol ahogy a természet adta formákat, nagy nyírt gyep, a fákkal, tehát egy ilyen teljesen természetes formát próbáltak a parkokba kialakítani. Na most ez a kúria is ennek a klasszicista építészetnek a jegyeit mutatja, hát nyilván egy vidéki, egyszerű épületben nem kell ugye arra gondolnunk, hogy ez most a legdíszesebb klasszicista kúriánk, de hogy
ebből a korban, ugye most ez a reformkor ideje, ebben a korban épültek Füreden például a legtöbb villa, ott nagyon sok reformkori villák, nagyon híresek Füreden, ahol kialakult ez a vízparti sétány rész, ez mind ebből a korból készült. Budapesten nagyon sok épület épült a klasszic ebbe a korba. Ugye a legismertebb, most elhoztam itt egy ilyen építészeti könyvet, a legismertebb a Nemzeti Múzeum. Azt meg is mutatjuk itt a kamerának. Ugye ez a Nemzeti Múzeumnak a fő homlokzata. Most ez teljesen úgy néz ki, mint egy, mondjuk, mint Athénban az Akropoliszon fönt lévő templomnak a homlokzata. Ugye ezek az oszlopok, antik, görög-római oszlopok. Tetején ez nagyon jellemző volt a klasszicista épületeknek, hogy tetején timpanon van, ugye ez a háromszög a timpanon, valamiféle figurás díszítéssel, és maga a klasszicista épület mindig egyszerű téglatest tömegű, tehát hogyha most megnézzük ezt a kúria épületet, ez gyakorlatilag mehetünk egy picit talán hátrébb, hogy jobban lássuk. Hát ez egy alapvetően egy téglatest tömeg, a tetőzete egyszerű, tehát nem látunk rajta sehol kiugró tornyokat, hanem egy nagy, magas nyeregtető, és ami nagyon jellemző rá, ez a főbejáti oszlopos előtér, ezt portikusznak hívják, ami hát itt viszonylag egyszerűen csak két oszlopból áll, de hogy most a Nemzeti Múzeumnál látjuk, ez lehet aztán sokkal több oszlop, díszített oszlop, de ez mindig a bejáratnak a kihangsúlyozására van, és hát itt is van ez a pici kis emelkedés lépcsősor, amely mindig volt ez a felvezető lépcsősor, ugye hát nyilván a múzeumnál ez egy sokkal ünnepélyesebb és komolyabb épület, de itt is megjelenik ez a kis lépcsősor, két oldalról kocsi felhajtó, tehát mikor jött a kis úri hölgy, akkor a kis kocsijával ugye föltolt állni, esett az eső, akkor ki tudott szépen szállni, nem ázott meg, és akkor bement az előtérbe. Tehát ez a klasszicista épületeknek, ez a bejárati oszlopcsarnok, egy nagyon, de ez mindegyiken megtalálható. Na most itt az oszlopok nagyon egyszerűek, nem a legbonyolultabb görög vagy római díszes oszlopokat látjuk, hanem egy ilyen vidéki kúriákra jellemző kis szögletes visszafogott oszlopok. Na most a oszlopokon látjuk ezeket a kis ilyen vakolatból kialakított, mintha ilyen nagy kövekből lenne összerakva. Nyilván ez egy olcsóbb megoldás, ilyen kőimitáció, de ez vakolatból készült, ugye ez nem volt azért annyi pénzre, hogy most ezt kőből megépítsék ezeket az oszlopokat. Megnézzük például ezt a homlokzatot, ez egy nagyon egyszerű, semmi díszítés különösebben nincsen rajta. Az a kis párkány, ami fönt van ugye a csatorna alatt, az is viszonylag egyszerű tagozatokból van. Ablakok fölött van ez a kis pici besülyeztető, de semmi különösebb díszítés nincsen, csak igazából a legszükségesebb, tehát egy barokk díszítésre gondolunk, ahhoz képest ez mintha csupasznak tűnne. Jellemző volt rá, hogy az ablakokat elég szigorú ritmusban, egységes ritmusban osztották ki, és hát itt látunk egy nagyon szép ívelt nagy ablakot, ez viszonylag ritka, úgy hívják, ez ilyen kosáríves, tehát nem egy ilyen félkör, hanem egy ilyen kicsit ilyen lapított ívű ablak, viszonylag ritka, de azért szerették azért az íves ablakot is használni, de az is mindig nagyon szigorú ritmusban használták. Vezető rész ide a hátsó udvarra, vagy valami terasz? Hát nincsen, igen, tehát tulajdonképpen ez egy elég érdekessége ennek, mert például a barokk kastélyoknál mindig úgy volt, hogy a főbejárattal szembe
volt egy ugyanolyan hátsó kijelet, sőt egy kocsi áthajtó volt az épületen, és a klasszicista kastélyoknál meg ez eltűnt. Tehát mondjuk ez egy érdekesség, hogy itt van mögötte ez a nagy park, és hogy gyakorlatilag nincsen kijelet, hanem körbe kellett kijönni. Most aztán a Bárány család és a Gál család a 1800-es évek végén összeházasodtak, és akkor így végülis a Gál családnak a tulajdonába került a kúria, és itt élt sokáig Gál Gaston is, aki ugye Boglárja nagyon sokat tett. Ő meghalt 1932-ben, és hát az én nagymamám, annyi személyes kötődésem van, az én nagymamám cselédlány volt, és ide járt a Gálékhoz nagyon sokat mosni, vasalni, és nagyon szerette a Gál családot. És ugye jött a szocializmusnak a diktatúra, és hát államosították mindent, a Gál családot innen elzavarták, állami tulajdonba került a kúria, és hát az 50-es évektől ugye megalakult a Boglári Állami Gazdaság, ami szőlővel, elsősorban szőlővel, borászattal és gyümölcsössel foglalkozott, és hát egy nagyon jól működő, és mindig, én úgy tudom, mindig nyereséges vállalat volt. Ő települt be ebbe a nagy birtokra, és hát itt megépítették a környező szükséges irodaházakat, éttermet, stb. És ami még a kastélyhoz tartozik, ezt majd még a túloldalon megnézzük, a kastélynak itt a szembelő oldalán volt egy nagy magtárépület, ami egy gazdasági épület, két oldalt is gazdasági épületek, cselédház, hát ez az egész egy ilyen egy gazdasági udvart, vagy egy egységet képezett ebbe a nagy parkba. És ezek a további épületek, ez már mind az állami gazdaságnak a szükséges irodaházai voltak. És hát aztán eljött ugye a rendszerváltás, 90-es évek, akkor ugye hát az a privatizáció áldozatává esett ez a központ, illetve hát a BB vállalat. Eladták egy német cégnek, a Henkelnek, egy ilyen pezsgőgyártó vállalat. Gyakorlatilag megszüntette itt az életet, itt mindenki eltűnt innen, irodaházban senki nem dolgozik, úgyhogy most már lassan, nem is tudom, 15 éve legalább nincs élet ebben a nagy területen. Annyit lehet még tudni, hogy a Henkel el akarja adni most már elég régóta ezt a belső területet. Úgy hallottam, hogy mostanában valószínűleg összejön az üzlet, tehát aláírják a szerződést, és hát reményeink szerint itt egy új élet fog kezdődni ebbe a területen. Ugye egyszerűen mondtam, hogy Boglárnak egy legnagyobb telke, úgyhogy valami nagyon szép vállalkozásnak kell itt kibontakozni, hogy gazdaságilag is megtérüljön nekik. Egyébként nagyon nehéz a területtel bármit is kezdeni, mert ahol most állunk, ez egy műemléki épület, műemléki környezetben van, ezért a műemléki hatóság ugye nagyon szigorú előírásokat kér és követel. Hát nyilván ezzel az épülettel továbbra is valamilyen vendégház jellegű, szállás jellegű funkciót lehet benne kialakítani. Egyébként az utóbbi években, a gazdasági években így is használták, tehát vendégházként használták. Viszont itt van az a sok környező épület, ami nem rossz állapotú, de mégis kötöttséget okoz. Tehát ha bármilyen vállalkozást akarnak, azokat az épületeket le lehetne bontani, de hát most miért bontsák le, az is csak pénz, de újat átalakítani megint nagyon nehéz, úgyhogy azért is tartott ilyen sokáig az eladás, mert egyszerűen nagyon nehéz belőle jót kihozni. Ezt a területet felosztani nem szabad, ez mondjuk jó, tehát azt jelenti, hogy telkeket nem lehet belőle kialakítani, mert ugye az a legegyszerűbb manapság, hogy megveszünk egy nagy birtokot, telkeket osztunk belőle, gyorsan eladjuk azokat a kis telket, el lehet adni, és akkor jön belőle vissza a pénz. Most ezt a rendezési terv tiltja ennek a felosztását, tehát gyakorlatilag ez a parkot meg kell ugyanígy tartani, ahogy most van, tehát mondjuk ez egy olyan szempontból egy biztonság itt a bogláriaknak, hogy ez nem fog így eltűnni. Sétánk végére értünk, és Porr Péternek köszönjük szépen, hogy bemutatta nekünk ezt az épületet. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Legközelebb is találkozunk majd valamilyen boglári nevezetességgel, de hogy melyikkel, az legyen még titok.